javítások. Ezek az utolsó, Péter is említette a kozmetikázást, tehát utolsó pillanatban is ezeket a javításokat meg lehet csinálni. Mi kézzel a javítás az úgy néz ki, hogy itt amilyen egy permetezést szeretnék kijavítani, akkor ki kell javítanom a permetezésen a megfigyelős lapot, a permetezés kiszórásáról szóló lapot, és ki kell a GL07-es műveleti naplóba is ki kell javítani. És ezen kívül még számtalan más helyen is ki kellene javítani, mert ugye tápanyagtervet kell készíteni, és a például a kiszórt műtrágyákat ez az elektronikus rendszer nyilván tartja. Lehet, hogy majd valahol lesz ilyen, de most gyorsan közben elmondom, hogy ez a rendszer képes arra is, hogy tápanyaggazdálkodási tervet készítsen. Majd biztos lesz ilyen. Ja, itt a következő, igen. És a tápanyaggazdálkodási terv többféleképpen elvégezhető, talajminta alapján, levél analízis alapján és mérlegszámítás alapján. Tehát, hogyha 5 évnél nem régebbi talajvizsgálatom van, akkor meg tudom csinálni a ezévi tápanyaggazdálkodási tervet mérlegszámítás alapján. Meg tudom, a rendszer, ezzel a számítógépes rendszerrel tudom megcsinálni. Különböző segédprogramok vannak, ilyen például a tiltott növényszerkereső, aztán ez a rendszer kapcsolatban tud lenni az állattartóknál, szarvasmarha állattartóknál, ott van arra lehetőség, hogy jogosultságot lehet kérni a hatalmat a NR nyilvántartásra. Itt az NR nyilvántartásból közvetlenül át lehet vezetni az állatok darabszámát, korát, korosítást, nemét a nyilvántartásba. És akkor nincs az a probléma, hogy nem egyezik a naplóval NR-ral, mert az ellenőrzés azt szokta nézni. Ahogy említettem, szervestrágya mérleget is tudunk vagy tud csinálni. A kötelező jelentéseket le tudja küldeni, el tudja küldeni, ez a nitrát jelentés. 2014-től nagyon sok terület már nitrát érzékeny lett. A tápanyaggazdálkodási tervek is, ahogy említettem. Ezen kívül beépített ellenőrzések vannak benne, lehet ellenőrizni azt, hogy a tápanyaggazdálkodási tervben lévő tápanyag mennyiség nem lett-e túllépve például. Aztán hát a fő előnye, egyik fő előnye az, hogy a területalapú támogatásból egyszerűen generálni lehet gazdálkodási napló alapjait, ahogy az első lapokon mondtam. Igen. Aztán a különböző táblázatokat lehet ebből készíteni, ez a hasznosítási összesítő, tehát hogy milyen fajta növényekkel lettünk hasznosítva. Nem sorolom tovább, ott látható, amihez megjegyzésem van a bejelentési köteles műveletek összesítése, ez a nélazítás, zöldtárgyázás, másodvetés, ezekre gondolok ilyenkor. Igen, ami föl van írva, azon kívül még térképeket lehet megjeleníteni, táblákat és AKG-ba ezt a úgynevezett ketet, a kötelező jelenben művelt területet. A utolsó előtti lapra írunk, tervezés alatt van, azt szeretem volna mondani, hogy ez a rendszer állandóan fejlődik és állandóan módosul. Megjelenik egy rendelet, a rendszerben módosul, a számítók, tehát a elérhető nagy számítógépen ezt módosítják, és amikor erre jogosulva az a jogosultság alapján ránéz a saját gazdálkodási naplójára, akkor már a legfrissebb előírások szerinti gazdálkodási naplót láthatja. Várható, hogy a gázolaj jövedéki adó visszaigéléséhez és a földhasználati nyilvántartáshoz is lesz egy modul, ezen kívül még a bérleti szerződések nyilvántartásá is valószínű meg fogják csinálni. És akkor még egy utolsó mondat, hogy ugye az látszik, hogy nagyon sokféle gazdálkodási napló van, ez gondolom a hatóságok is észrevették, úgy hallottuk, hogy tervezik ezeket a gazdálkodási naplóknak a egyszerűsítését. Köszönöm szépen a figyelmüket, itt látható az elérhetőségem. Bálint Pétert az interneten is megtalálhatják, ha beírják, én vagyok talán a második. Pár helyen megtalálható. BalintPeter.hu, az a honlapon, az is megtalálják az összes elérhetőséget.
Köszönöm szépen a figyelmüket. Szünetben kint leszek, meg a végén is itt maradok, a kérdés lenne esetleg. Köszönöm szépen.